Sziasztok! Rengeteg lakberendezési tippet találtok csatornámon, de mi a helyzet, ha még csak most keresitek álmaitok otthonát? Hogyan tudjátok kiválasztani a számotokra ideális ingatlant? Mai videómban 5 tippet hoztam arra vonatkozólag, hogy mi az, amit mindenképpen tartsatok szem előtt, amikor keresitek álmaitok otthonát. Az első tippem a lakáskereséshez kapcsolódik, hiszen ezzel kezdődik a lakásvásárlás procedúrája. Azt mindenki hamar eldönti, hogy mekkora kerete van a lakásvásárlásra, illetve azt is, hogy melyik városrészbe, pontosan akár melyik utcákba szeretne költözni, az még fix szokott lenni, hogy mekkora lakást szeretne, körülbelül hány négyzetméterre van szükség. Ezek után az szokott következni, hogy ezeket a paramétereket beírjuk a különböző ingatlankereső oldalakra, és elkezdjük a keresést. Most viszont egy magyar fejlesztésnek köszönhetően sokat egyszerűsödött a helyzet. Chrome vagy Mozilla böngészőthöz letöltheted ezt a különleges bővítményt, amivel sokkal egyszerűbben egy helyen keresheted meg álmaid otthonát. Amikor lakást keresel, azt is észre fogod venni, hogy ugyanazt a lakást sokan, sok helyen hirdetik, akár nagy árkülönbséggel is. A legolcsóbb hirdetés megtalálására ezért kifejlesztették ezt az Árminimum nevű bővítményt, amit az árminimum.hu oldalról tölthetsz le ingyenesen. Letöltés után, ha megnézel így egy ingatlan hirdetési oldalt, azonnal működésbe lép. A listán legfelül találod a legolcsóbb hirdetést, és rögtön meg is nézheted az itt összegyűjtött képeket is. Ezzel az Árminimum nevű ingatlankeresést megkönnyítő bővítménnyel akár milliókat is megspórolhatsz, úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni. Második tipp, vigyél magaddal egy szakértő ismerősödet a látható hibák kiszűrésére. Ne csak nézzél, lássál is, ez nagyon fontos, hiszen legtöbben, amikor egy hirdetésben beleszeretünk egy lakásba, már csak oda megyünk és semmit nem látunk, nem is hallunk, és hajlamosak vagyunk megvenni új a lakást, hogy nem mértük fel annak műszaki állapotát, nem néztük meg esetleges hibáit, és nem kalkuláltunk ezeknek a kijavításával. Ezt elkerülhetjük, ha elviszünk magunkkal vásárlás előtt egy műszaki dolgokhoz értő ismerősünket, és segít nekünk egy picit objektívebben szemlélni az ingatlant. Építészmérnökként tudom, hogy rengeteg olyan hibája lehet egy lakásnak, amit ránézésből is meg lehet állapítani, és aztán gyorsan ki lehet kalkulálni ennek a megjavításnak a költségeit. Érdemes ezért szakértő emberrel menni, hiszen akkor azt is egyből láthatjátok, hogy mennyi lenne ezeknek az esetleges elavult dolgoknak, illetve hibáknak a helyreállítása. Harmadik tippem arra vonatkozik, hogy költségkeretünk ne csak a lakás árát fedje. Ebbe a hibába nagyon gyakran beleesünk, hiszen szeretünk egy picit tovább nyújtózkodni, mint ameddig a takarónk ér, és ezért, hogyha van mondjuk 10 millió forintunk, akkor 10 millióért keresünk lakásokat. Viszont nagyon sok járulékos költsége van egy lakásvásárlásnak, amiket érdemes figyelembe venni. Egyrészt ott van a lakás ára, aztán utána a fizetendő illeték, van az ügyvédi díj, van a költözésnek is egy összeg költsége. Azon kívül mindenképpen vannak szükséges bútorcserék, míg hogyha a felújításokról nem is beszélek, egy tisztasági festésre általában szükség szokott lenni. Szóval rengeteg járulékos költség van, és hogyha pedig még felújításra is szorul az ingatlan, akkor pedig még annak a költségével is számolnatok kell. Össze kell adni ezt az egész járulékos költséget a lakás árával, és még 10%-ot feltétlen hozzá kell számítani, amit egyfajta ilyen tartalékkeretnek lehet nevezni, mert ez az esetek 99%-ában bizony felhasználásra kerül, és ezzel a legtöbben nem kalkulálnak. Szóval számolgassátok ki, hogy így mennyi a keretetek a lakásvásárlásra, és ennek megfelelően keresgéljetek lakást. Negyedik tipp, vizsgáljuk meg vásárlás előtt, hogy jelenlegi bútoraink beférnek-e az új lakásba. Ennek nem csak anyagi, hanem érzelmi következményei vannak. Mindenképpen el kell döntsük egy új lakás vásárlásnál, ugye, hogy melyik szoba milyen funkciót kap. Anyagi következményeket az előbb már elemeztem, az érzelmi alatt pedig azt értem, hogyha például van egy szívünkhöz nőtt bútor, például a nagymama kredence, és nem fér be az étkező részbe, akkor nagyon szomorúak leszünk. Szóval mindenképpen érdemes átgondolni, hogy miket szeretnénk használni a jelenlegi bútoraink közül, és mi az, amit kicserélünk. Ezeknek az elrendezését pedig találjátok ki előre, még a lakásvásárlás előtt. Ötödik tipp, ne hagyd, hogy elvarázsoljanak a régi lakóbútorai téged. Nagyon sokszor tapasztalom azt egy lakásvásárlásakor, hogy körbenéznek az emberek, és azt mondják, hogy de jól néz ki, milyen jól van berendezve, és akkor beleszeretnek, majd amikor átveszik a vásárlás után az ingatlant, akkor nézik a csupasz falakat, és kiderül, hogy itt igazából nincs is elég élettér nekik, nem akkora nappali, mint szerettük volna, és egy csomó olyan dolog, ami igazából amiatt van, hogy nem tudták objektíven szemlélni az ingatlant. Nagyon nagy érzelmi hatása van a bútoroknak, ezt ne felejtjétek,
Szóval próbáljátok meg alaprajzról mindenképpen kisilabizálni, hogy az megfelelő lesz-e nektek az ingatlan, illetve az is fontos szempont, hogy például az odafelé vezető út és a környezet az olyan, amilyet elképzeltek magatoknak, ahova jó hazamenni. Ezeket mindenképpen tartsátok szem előtt a kiválasztáskor. Ez volt az az 5 tipp, amit szerintem mindenképpen érdemes alkalmazni ingatlan vásárlás során. Remélem, hogy ti is hasznosnak találtátok. Ha igen, akkor várom a like gombokat, nyomjátok meg, és iratkozzatok fel csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk. Hogyha szeretnétek még hasonló lakásvásárláshoz kapcsolódó tippeket osszak meg veletek, akkor írjátok meg kommentben, hogy mire lennétek kíváncsiak, és lehet, hogy a kommentbe is válaszolok, vagy hogyha annyi kérdés van, akkor szívesen készítek egy új videót is. Sziasztok, szép kreatív napot!